Országos Tudományos Diákköri Tanács az egy olyan testület, amit egy magára valamit is adó diák nem ismer. Ő ismeri a tudományos diákkört, ismeri a tudományos diákköri mozgalmat, de azt jelenti, mögött egy testület is van, aki szervezi, ez nem fontos. A diák szintjén nem fontos, a diák szintjén a munka fontos, a tanárával való kapcsolat. Na ez, én ettől a testülettől vagyok. A tudományos diákköri mozgalom az nagyon érdekes, ugye ez szerepel itt kiemelten a címben is, az Hungarikum. Ugye mindenre szoktuk mondani, hogy Hungarikum, én 30-valahány éve csinálom, és sokáig nem, mindig mondták, hogy Hungarikum, Hungarikum. Persze, hogy Hungarikum, a trapista sajt is Hungarikum, meg az ementális sajt is Hungarikum. Vajon miért? Tényleg Hungarikum-e? És az elmúlt 10-15 évben be kellett, hogy lássam, hogy igen. Főleg, hogy most az elmúlt években, majd erre egy pár szót mondanék, kiemelten foglalkoztam a határon túli felsőoktatási tehetséggondozással is, az látszik, hogy Magyarország az egyetlen olyan hagyományos, poroszos oktatási rendszerben szocializálódott felsőoktatási ország, ahol a közvetlen diák-tanár kapcsolat, ha úgy tetszik, ez a tutoriális vagy mentor kapcsolat, a tehetséggondozás az szervezeti szinten, most nem csak a felsőoktatási törvényről beszélek, nem csak az intézményeknek a leírásairól, hanem arról a 60 éves hagyományról beszélek, ez szervezeti szinten beépült a felsőoktatásba. Ez egy hatalmas előny számunkra. A VMTDK-nak nyilvánvalóan van egy borzasztó fontos regionális szerepe, ami nagyon különlegesé teszi, hiszen ez az egyetlen TDK, amelyben teljes jogú tagként részt vesznek a doktoranduszok. Ez egy specialitás, de azt gondolom, hogy ebben a közösségben ez kiemelten fontos. Mert ez tudja megadni azt a teljes vertikumot, azt a kritikus tömeget össze tudja hozni. Példát is mutat, húz is, tehát ez nagyon jó. A másik különlegessége, ugye, hogy azzal együtt, amiről már szintén volt szó, hogy behozza az egész Kárpát-medencét, egy picit tükröt tart saját magának is, meg a Kárpát-medencének is, tehát ez, ha úgy tetszik, ez a feladata, ez lényegesen túlnyúlik a vajdasági igényeken. Azt gondolom, hogy ezért hálásak lehetünk Budapestről is.